Mi újság? Szandi? Ő még alszik? Hát én voltam bent nála most reggel, és nem érzi jól magát, meg most érzi a fülét is, vagy oda is ráment. Éppen bent van nála a doki. Úgyhogy várjuk, hogy mit mond. Tegnap is láttam már Szandin, hogy nincs túl jól, csillogott is egy picit a szeme, de azt hiszem, hogy amikor Mexikó ellen játszhat és a válogatottat képviselheti, Magyarországot képviselheti, akkor minden erejét összeszedi az ember, és valószínűleg ez már tegnap délután rajta kiütközött. Nagyon remélem, hogy hamar túl lesz rajta. Okay, get well. Today you need to rest and you cannot play. Az nagyon fura lenne, hogyha négyen mennénk csak. Az, akkor legalább egy ötöt futnunk kéne. Legalább. Hogy lenne olyan, akinek ötöt. Na, hogy vagy? Nem jól. Most ment el az orvos, és azt mondta, hogy nem játszhatok. Mivel tegnap nagyon magas volt a lázam, és délutánra lett az, úgyhogy valószínűleg most is kapok jó sok gyógyszert. Ne menjen fel megint. Kinek elj az ágyból, amíg vissza nem jövünk ide? Igen, ügyesek legyetek nagyon. Sajnálom, nem tudok menni. Ne viccelj. És nehogy arra keltsenek, hogy megyünk a táborba. Reméljük, hogy nem. Szandi, megyünk! Hova? A táborba! Nem! Nem. Ez csak lázálom. Nem, én itt lakok, nem megyek sehova. Sajnos nem jobban, hanem még egy kicsit rosszabbul lett Szandi, és az orvos azt mondta, hogy ma nem játszhat. Így négyen maradtunk a csapatban, és én reménykedem abban, hogy ezt az előnyünkre tudjuk fordítani, és annak ellenére, hogy sokat kell fussunk, megpróbáljuk oda tenni magunkat, és elhozni a 10 pontot hamarabb. Tegnap kiválasztás során volt egy kis összezördülés köztük, nem tudom mennyire láttátok, de ugye Ádi nagyon ragaszkodott hozzá, hogy az első körben mindenképpen futni szeretne, valamint Lacika is, viszont Lacika nem nézte jó szemmel, hogy Dave nem futhat, mert Ádi annyira köti az ebet a karóhoz, és mondta is, hogy ha hazamegy, akkor majd kicsit elbeszélget vele. Nem tudom, csináljuk ugyanezt ma. Nem tudom, hogy mi lesz ebből, de hogy ez okot adhat arra, hogy mondjuk Ádi tudjuk ma mindenképpen. Tudjuk. És főleg, hogy Dave már Dave megint kis padra kerül, akkor lehet, hogy ott fog morgolódni magában. Biztos. És a másik, aki szóba kerülhet, hogy az anya nem játszik, akkor még Lacika lesz szerintem, aki nagyon ragaszkodni fog hozzá, hogy ne maradjon ki az első körből. Aztán meglátjuk, hogy... Hogy adja ki. Igen. Valószínűleg hogy ő fog kezdeni. Amennyiben Zalán ma nem játszhat még, mert ugyebár beteg volt tegnap, és lehet, hogy ez még mai nap is tart, akkor a kékek csapatkapitány nélkül maradnak, és szerintem ezt a pozíciót talán Adu fogja átvenni, ami nem biztos, hogy rossz, de meglátjuk, hogy milyen kimenetele lesz. Lehet, hogy picit elveszettnek fogják érezni magukat, és nekünk ezt ki kell használnunk. Amikor megtudtam, hogy intéztek orvos, és jönni fog minket kivizsgálni, akkor azért sejtettem már, hogy annyira nem oké a szitu. Így ezzel nem lehet sportolni. Amikor az orvos megvizsgált, számítottam arra, hogy ő is azt fogja javasolni, hogy jobban teszem, hogyha ma pihenek. Megviselő dolog, hogy ma nem versenyezhetek, viszont az egészségem is fontos. Ennek nem lenne értelme, hogyha húznám egy-két hétig ezt a dolgot, és soha nem tudnám kipihenni. Úgyhogy most nekem az egészségem a legfontosabb. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.